A költségvetés legnagyobb része az oktatási, szociális és egészségügyi rendszer fenntartására volt előrelátva, de emellett számos támogatási formában segítették a civil szervezeteket, művelődési egyesületeket, események megszervezését. Nagyban támogatják ugye az egyesület működését, rendezvényeket szerveznek, vagy a fellépésre való eljutást, vagy az ott tartózkodást is segítik. Mindemellett számos fejlesztés, beruházás is megvalósult az elmúlt évben. Több utcát is kiaszfaltoztak a község területén, ami több mint 60 millió dinár tett ki, de felújították a törökkanizsai egészségház és kórház körül lévő parkoló részt is. A helyi katolikus templom belső festése is befejeződött önkormányzati és állami támogatásból. Évi 10 millió dinárral támogatják a község gimnáziumát és szakközépiskoláját, de felújították a majdányi általános iskolát is az Ementével és az anyaországgal közösen. Szintén Majdány vonatkozásában elmondanám azt, hogy itt egy Európai Uniós IPA pályázatnak köszönve, amely Szerbia és Románia között valósul meg, épül a látogatóközpont. Ugye itt a ásatási lelőhelyről, régészeti lelőhelyről beszélünk Majdány központjában. Ezeknek a beruházásoknak az értéke 25 millió euró. A községi képviselőtestület elnöke kiemelte, a háború az önkormányzat munkájára is nagy hatással volt, de még nagyobb problémát jelentett az illegális bevándorlók jelenléte Majdány, Rábé, Oroszlámos és a későbbiek folyamán Szerb Keresztúr településén is. Az elmúlt pár hétben ugyan csökkent a migránsok száma, viszont az általuk okozott károk nagyok. Több házat is tönkretettek, illetve a temetőkben is kárt tettek. Ugyanakkor mi a nyáron elindítottunk egy akciót, egy házbontási akciót, aminek köszönve most az első körben 5, pontosabban 8 olyan épületet bontottunk le, amelyek ugye teljes mértékben életveszélyessé váltak az elmúlt időszakban, és amelyekre az önkormányzat kiadta a bontási engedélyt. Azt tudni kell, hogy olyan épületekről van szó, amelyek bontásához a tulajdonosok járultak hozzá. Törökkanizsa önkormányzata a következő évben valamelyest nagyobb költségvetéssel fog rendelkezni. A tervek között elsőként szerepel a törökkanizsai sportcsarnok építési munkálatainak elkezdése is.